Európai Uniós témával folytatjuk, és a következő interjút engedjék meg nekem, hogy két idézettel vezessem föl. Az egyik így szól. Az európai integráció évtizedei során állandó egyeztetés zajlott egyre több területen és egyre több ország között. Az álláspontok finomítása, összehangolása egy olyan folyamat, amely jelentős mértékben hozzájárult a béke és a megbékélés, a demokrácia és az emberi jogok előmozdításához Európában. A másik pedig következőképpen hangzik. Amennyiben az Európai Unió gyorsabban akar előre haladni, az egyhangú döntéshozatal már nem működik a kulcsfontosságú területeken. A demokrácia működését szilárd alapokra kell helyezni. Támogatom azokat, akik az Európai Unió reformjai mellett vannak, annak jobb működése érdekében. A két idézet között alig 10 év telt el, az elsőt Herman von Rompuy, az Európai Tanács és José Manuel Barroso, az Európai Bizottság egykori elnöke mondta el, miközben átvette 2012-ben az Európai Unió, illetve az Európai Unió kapta a béke Nobel-díjat, míg a másodikat Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke jegyzi, az Európa jövőjéről szóló konferencia sorozat záró eseményén Strasbourgban. A föderációs gondolat egyidős az Unióval, azonban kétségtelen, hogy az elmúlt évtizedben nagyobb sebességre kapcsoltak az Európai Egyesült Államok elképzelés hívei. És még egyszer elnézést a hosszú felvezetőért, percek óta a telefonvonalba várakozik Petri Bernadett jogász, a Szabad Európa munkacsoport tagja, a 21. század intézet kutatója. Számos válságot élt át az Európai Unió az elmúlt bő egy évtizedben, kezdve a 2008-as nagy gazdasági válsággal, ami érintette az eurózónát is. Aztán volt itt migrációs válság, pandémia, most pedig az orosz-ukrán háború. Egy eredetileg gazdasági közösség, amely arra jött létre, hogy az európai versenyképességet javítsa. Hogyha kihívás előtt áll, akkor miért automatikusan az integráció, a több Európa, a tagállami jogkörök csorbítása a válasz? Vagy ez a válasz csak egyszerűen hangosabb, mint az átlag, a nagy átlag? Azt gondolom, hogy amikor azt határozzuk meg, hogy miért ezt a választ adná Európa itt a jelenlegi válsághelyzetre, akkor elsősorban azt a tényezőt kell figyelembe venni, hogy az unió intézményeinek is van saját érdeke, és hogy nyilvánvalóan azok a nagyobb tagállamok, amelyeknek az érdekeit könnyebb becsatornázni a unió prioritásai érdekei közé, azok mindig hangosabbnak és mindig dominánsabbnak tűnnek, ebben az esetben is erről van szó. Ha abból indulunk ki, ami 2012-ben kijelentésként elhangzott az Európai Unió akkori vezetői részéről, akkor azt fogjuk látni, hogy alapvetően az integráció, egyeztetések, egymásra alapú egyeztetések folyamata, ahol gyakorlatilag az álláspontoknak a normális összehangolása, finomítása az egy természetes folyamat és a békét szolgálja. Ezzel szemben mivel találkozunk most? Háborúpárt kijelentések, radikális elhatárolódásoktól, sokkal inkább konfliktusokat szító mondatoktól, mint bármi mástól. Tehát azt gondolom, hogy ezzel azért mind az elvek, mind a gyakorlat szintjén messze eltávolodtak az unió valódi eszenciájától az intézmények és egyes tagállamok, mert az ugye a békét és az európai egységet jelenteni. És ez a fajta törekvés a több Európára, ez egyfajta olyan testtartást eredményez az intézményeknek, ahol gyakorlatilag ebben a válsághelyzetben a saját érdekeiket védik, és egy olyan konstellációt akarnak megteremteni, ahol ők tudnak kijönni a helyzetből a tagállamok érdekeihez képest. És milyen megoszlásban van lehetőségük a tagállamoknak? Az Európai Tanács továbbra is a döntéshozatali fórum legmagasabb szintje, tehát elméletileg ők mondják ki a végső döntést. Az Európai Parlament mégis az elmúlt évtizedekben folyamatosan terjeszkedik. Eddig az utóbbi években az volt megfigyelhető, hogy leginkább az Európai Bizottsággal vív különböző politikai asszókat, illetve próbál nyomásgyakorlást kifejteni, azonban legutóbb, pont tegnap vagy tegnap előtti hír, hogy határozatban próbálná megfúrni például a magyar soros elnökséget az Európai Tanács élén, ezzel megakadályozva, hogy alakíthassa Magyarország a napirendet. Ugye ezek a saját érdekek szerinti törekvések, ezek most már elhagyták a jogzónáját, ezt bátran kijelenthetjük.
És valóban azzal a határozattal kapcsolatosan, amit az Európai Parlament tervez elfogadni jövő héten, ott érdemes megállni egy pillanatra, mert azért ez egy az unió fennállásában eddig precedens nélküli helyzetet teremt. Több okból az egyik az az, hogy ugye az Európai Parlament úgy próbál magának vindikálni egy hatáskört az uniós elnökségekkel kapcsolatosan, hogy nincsen neki. Tehát igazából szöveggel, szövegezéssel, jelentéstétellel pótolja szokás szerint a hatásköreit, amit teszi ezt túl sokszor. Másfelől pedig azért az, hogy esetleg valóban jogi útra terelni azt a kérdést, hogy Magyarország megkaphatja-e az uniós elnökséget, az pedig azt feltételezi, hogy még más intézmények ellen is fordulna azért, hogy a saját érdekeit képviselje. Azért bármelyik koreográfiával is számolunk, az semmi esetre sem a béke és az európai egységnek az irányába mutat, hanem sokkal inkább egy harcias testtartást képvisel. Varga Judit igazságügyi minisztert idézve, az Európai Parlamentnek nem osztottak lapot ebbe a kérdésbe, hogy az unió alapító szerződéseit vesszük, illetve a hatáskör megosztásokat, akkor ez mindenképpen igaz. De hogyha elfogad egy ilyen határozatot, említett ön is, hogy precedens teremt, akkor lesz egy iromány, amelynek nincsen kötő ereje, vagy nincsen olyan, tehát ami érvényt szerezzen neki? Hát, mint oly sokszor egyébként, hogyha végig tekintünk az Európai Parlament működésén, ugye számtalan olyan eset van, ahol hatáskör is tényleges jogi kikényszeríthetőség nélkül jár el a parlament, és ugye a szavak erejével próbál saját magának hatáskört teremteni, ahogy említettem is. Ugye több kérdés van, mert amit korai időszakra is visszamennek, tehát gyakorlatilag ugye a parlament azért olyan tekintetekben is vizsgálódik, mondjuk szakbizottsági eljárásokban, ahol egyáltalán nincsen uniós hatáskör, mint például az oktatáspolitika, vagy egy adott tagállam kulturális politikája beszélget arról, hogy milyen oktatási kitűzéseket határoz meg egy tagállam maga számára. Tehát ezek azért messze olyan területek, amelyek ugye csak a tagállamok hatáskörébe tartoznak. Ha megnézzük az elnökséggel kapcsolatos kijelentést, és azért ez az egész határozati javaslat, ez egy elég érdekes kompozíció, tekintettel arra, hogy kvázi ugye azt fogja felépíteni, hogy egy uniós elnökséget betöltő tagállammal olyan objektív elvárások vannak, hogy minden vitáját rendeznie kellene, mielőtt az elnökségi tisztségbe lép, holott ilyenről szó sincs, ilyen soha nem történt a múltban sem. Kifejezetten az a célja az elnökségnek, hogy egy olyan, a elnökségi presztízs által egy olyan helyzet teremtődjön soros rendszerben, tehát rotációs rendszerben minden tagállam számára, ahol az a tagállam az kifejezetten ki tudja használni, hogy javítsa unión belüli helyzetét, és hogy egy olyan pozícióba kerüljön, hogy sokkal jobb eséllyel kössön számára kedvező alkukat, nemzeti érdekeit a rendelkezésre álló informális és formális eszközök együttes alkalmazásával egyfajta közösségi keretbe foglalja. Ez egy normális dolog. Tehát ezzel kapcsolatosan nincsen sem jogi, sem más jellegű elvárás. Most az a kérdés egyébként, hogy egyáltalán bármilyen módon lemondhat-e egy tagállam mondjuk az uniós elnökségről, vagy megfosztható-e ettől. A brittek esetében történt ilyen, bár ők mondjuk kiléptek a közösségből. Tehát egy teljesen más alapon történt. Először is a Brexit szavazást követően az Európai Parlament egyáltalán nem tiltakozott határozati javaslatban a brit uniós elnökség ellen, pedig azért egy uniót elhagyó tagállamról van szó. Itt teljesen más dolog történt. Ugye Theresa May brit miniszterelnök maga jelezte, hogy figyelemmel a kilépési szándékra az Egyesült Királyság nem kívánja betölteni ezt az elnökséget, mert ugye annak idején akkor 2017 második fél évére volt tervezve. És nagyon sok vita kerekedett ebből az uniós intézmények között. A bizottság jogi szolgálata megvizsgálta ezt a szándéknyilatkozatot, és az volt az elsődleges állásfoglalás, hogy az uniós elnökség már pedig egy kötelesség, amiről egy tagállam sem mondhat le, nemhogy azt megvonják tőle. Szóval később alakult a diplomáciai helyzet úgy, ahogy, és módosult az álláspont. Azt, hogy az Egyesült Királyság lemondhatott az elnökségről, azt abból vezették le, hogy az alapszerződések kifejezetten úgy rendelkeznek, hogy az unióból kilépő tagállam nem vesz részt a tanács rávonatkozó eszmecserén és a rávonatkozó határozatok meghozatalában, és akkor egyfajta célszerűség, jogszerűség kombinációjából kialakult egy megoldás, kifejezetten egy kilépő tagállam számára címezve. Az Európai Tanácsnak lenne lehetősége
egyfajta viszont válaszra. Itt arról lehet hallani az elmúlt évtizedekben, hogy az Európai Parlament hogyan tudja a saját jogköreit bővíteni. De emlékezete akár mondjuk az Európai Bizottság, újabban pedig az Európai Tanács kárára. De emlékezete és az, hogy például az európai parlamenti választása az nem mindig közvetlen volt, tehát nem mindig listáról szavaztak az állampolgárok. 79 előtt a nemzetállamok, a tagállamok parlamentjei delegálták a jelölteket. Egy ilyen javaslattal élhetne például az Európai Tanács, mint ahogy egyébként például a magyar miniszterelnök mondott is már hasonlót. Lehetne ilyennel élni. Én azt gondolom, hogy erre, tehát én személy szerint nem látok nagyobb esélyt. Amire viszont figyelnie kellene a tanácsnak ebben a helyzetben, hogyha a parlament valóban ki akarná kényszeríteni azt, hogy valamilyen úton, módon elérje, kizsarolja, hogy Magyarország esetében ne kerüljön sor az uniós soros elnökségre, akkor az csak úgy lenne jogilag lehetséges, hogyha jogsértésre hivatkozva egy megsemmisítési eljárást indítana azzal a határozattal szemben, amit a tanács hozott az elnökségi sorrendről. Azzal a határozattal szemben, ami 2030-ig rendezi azt, hogy egymást követően milyen sorban kerülnek a tanács élére a tagállamok. Azonban egy ilyen lépés az teljes mértékben szembehelyezkedés lenne. Nem csak a parlament által oly gyakran hivatkozott együttműködési alapelve, de az uniós tételes joggal is. Tehát erre a tanácsnak fel kell készülnie, hogy potenciálisan ezt a kártyát akarja kijátszani az Európai Parlament. És valamilyen szinten ugye védekeznie kell a helyzettel szemben. Maradva még ennél a kérdésnél, vagy ennél a témánál egy kérdés elejéig, ez az egész határozati javaslat, ötlet az Európai Parlament részéről, ez már a jövőre esedékes kampány részének tudható be, vagy egyfajta félelemnek is, előrelátásnak is, hiszen a magyar elnökség pont egy olyan érzékeny pillanatban lesz, amikor az európai parlamenti választás már megtörtént, de az új bizottság, hogyha jól tudom, nem feltétlenül állt még föl. Ez pontosan így van, ez egy kifejezetten úgy tudnak fogalmazni, hogy egy tranzit időszak, amikor a magyar elnökségre sor kerül 2024 második felében. És maga a határozat, azt gondolom, hogy részben egy felkészülés nem csak a kampányra, és nem csak erre a helyzetre, de arra is, tehát nem szabad elfelejteni, hogy Magyarország azon kevés tagállamok között van, akik nagyon erős és nagyon komoly jogállamisági kontrollt szeretnének bevezetni az uniós intézmények felett. Tehát itt azért a magyar elnökségi programot végignézve a célkitűzések egyike az valahol mindenképpen az, hogy az uniós intézményeknek is ugyanolyan módon el kelljen, sőt, hanem jobban el kelljen számolni azokkal a jogállamisági és alapjogi normákkal, amelyeket olyan nagyon szívesen kérnek számon a tagállamokon, azonban a saját ellenőrzésüket az valóban, mint kutya a vizet rázzák le magukról. És azért ez egy parlament számára, hogy van egy ilyen jellegű törekvés, egy olyan tagállam részéről, aki egy elnökségi pozíciót fog betölteni, kifejezetten félelmetes lehet. Tehát én azt gondolom, hogy ez a tényező jelentős szerepet játszik ebben a játszmában. És egy másik téma, amiről ön is írt a tanulmányát a 21. század intézet honlapján, ami elolvasható, a tagállami vétó eltörlése külpolitikai kérdésekben, ez most felvetődött, ahogy a beszélgetést kezdtem egy idézettel, Ursula von der Leyen is beszélt erről Európa jövőjével kapcsolatban, illetve a német elnökség ezt ki is nyilvánította, tehát a német szövetségi köztársaság kormánya. A kormányprogramban. Mivel járna ez? Ugye ez a felvetés, ami most már abban is megtestesült, hogy egy 8 országból álló csoport kiáll amellett, hogy számoljanak le a vétóval. Ez azzal jár, hogy nyilván a 8 országból álló csoport az nem egy összeurópai érdek, hanem a saját jólfapót érdekében szeretné elérni azt, hogy minősített többséges döntéshozatal legyen a vétó helyett, tehát gyakorlatilag egyetlen egy tagállam se tudja megakadályozni azt, amiben ők már egyetértettek. Ugye Heiko Maas német külügyminiszter pont így fogalmazott annól 2021-ben, amikor azt mondja, hogy az Európai Unió ugye nem engedheti magának, hogy egyes tagállamok vétójogukat kihasználva próbálják valamilyen módon is túlszulejteni. Azért itt ugye arról van szó, hogy azok a döntések, amelyek a külpolitika
kül- és biztonságpolitika tekintetében születtek és születnek a jelenlegi döntéshozatali rendszerint az EU-ba, azok egyeztetett, magából kidolgozott döntések, amelyekkel kapcsolatosan ugye minden tagállam azt mondja, hogy gyakorlatilag ez számomra elfogadható, ez nem ellentétes az én személyes nemzeti geopolitikai érdekeimmel. Itt most ugye az történne, hogy beáldozva azoknak a tagállamoknak, nagyobb tagállamoknak az érdekei alatt a kis tagállamok érdekeit, létrejön egy olyan rendszer, ahol a kisebb tagállamoknak esélyese lenne arra, hogy becsatornázzák a saját érdekeiket, és erre egyébként számos jogáltal kínált lehetőség van, azonban mindegyik azt feltételezi, hogy akkor lehet eltérni az egyhangúság külügyi követelményétől, hogyha abban minden tagállam egyetért. Ez egy rendben is van. Csak azt látjuk sajnos, hogy jogon kívüli eszközöket próbálnak egyes tagállamok és az uniós intézmények keresztül vinni, annak érdekében, hogy elérjék azt, hogy ne kelljen minden tagállamnak egyetérteni ezekben a döntésekben, és azért ezek főleg ilyen hátsó kapus megoldások. Más hatáskörökhöz pakolnak át kérdéseket, beleteszik az uniós kereskedelem politikába, ahol ugye az Európai Uniónak elsődleges hatásköre van, és ahol minősített többséggel lehet döntést hozni, tehát próbálják kimozogni azt a helyzetet, hogy azzal kapcsolatosan valami kevés esély van egy egyhangú megállapodásra, hogy aztán a jövőben eltérek az egyhangú megállapodástól. Na most egy háború kellős közepén ez azért nagyon komoly kérdéseket vett föl a jövőre nézve. A végső döntést ki hozhatja meg erről, vagy ki dönthet erről, gondolom az Európai Tanács, mint legfőbb szerv. Igen, ez pontosan így van. Ugye több jogi út van, passzere, klauzula, ahol el tudnak térni a minősített többségi döntéshozatalra, adott esetben egy szerződésmódosítás, ami azért nagyon sokféle módon végződhet, ahogy láttuk az alkotmány szerződés esetében évekkel ezelőtt. Tehát a nap végén ideális esetben ez egy konszenzuális döntés, hogy ebben történik a változás, azonban ugye ne legyenek illúzióink, azért a nyomás gyakorlással számolni kell, tehát biztosan a szokásos csomagpolitikát fogja követni ebben az EU, vagyis amikor ezt napirendre tűzi ezt a kérdést, akkor ugyanazon a napon olyan kérdéseket is tárgyal, amelyek mondjuk még igencsak relevánsok, mondjuk Magyarország vagy más külügyi vétóval való leszámolást ellenző tagállam számára, mint például Ausztria. Akkor visszatértünk ahhoz, hogy a brüsszeli udvartartás különböző intézményeinek egyfajta ilyen pozícióharca figyelhető meg, azonban ezek a nyilatkozatok kilométerkövek egy hosszú folyamatban? Hát maximálisan, és azért az Európai Uniónak fontos lenne tanulni a saját hibáiból, mert pont a migrációs politika látványkutatása volt a legjobb példa arra, hogy hová tud vezetni a teljes körű egyetértés hiánya ellenére kijelöltetett uniós döntéshozatal vagy intézkedés. Tehát itt az látható, hogy egy ilyen intézkedés kifejezetten szétfeszíti az uniós döntéshozatalt, és sajnos szétveri az európai együttműködést.